Na, sziasztok, én leszök, és ma ismét itt lennék egy új résszel, ami igazából, most tudom, melyik nap ment volna fel, várjatok, a csütörtökön ment volna fel, viszont beteg lettem kicsit, már jobban vagyok, és főleg ezért, mert úgy nem volt kedvem leülni videózni, szóval, mint tudjátok, ugye, ez itt a negyedik rész ebből a sorozatból. Ugye itt vagyunk a faterepen, mert itt soha nem voltunk még szerintem, vagy hát talán egyszer-kétszer. Szóval gondoltam, itt beköszönök. És hoppá, hoppá, hoppá. És akkor itt vágunk is egy kicsike fát, mert itt méne. Nem ezem kell. Várjátok. Ez itt nyírfa? Gondolom van itt, ugye? Aha. Hát mondjuk ennyi kell, ez inkább, ez jobb. Na. Szóval. Az lesz a terv mára, hogy szerzünk ugye még több lóvét egyértelműen. Van 90 milliónk, ami már nagyon jó. Szóval ez már tényleg nagyon jó. És én mindig halljátok egy kicsit, egy beteg hangom van. Szóval sajnos ez ilyen, de kell videó, szóval pakolok nektek videót. Na szóval, mit akartam mondani? Menjünk ugye a telkünkre először is. Úgy rég voltam itt, na. Szóval, nézzük meg a ládát. Jézusom, mennyi kaktusz. Meg valaki bedobált emerald blokkot, az igen. Per ahá, nem ahá, bolt. És akkor eladjuk a kaktuszt. Mennyire tudjuk eladni? 1 milláért. Ó, hát ez tökéletes. És akkor mondjuk legyen One Edward-ot is el tudjuk. Csirket megesszük, amit vettünk, nem tudom mennyit. Majdnem egy ládányit. Szóval, yep. Na, nézzük, hogy ez mennyire éri meg ez a... ez a bivir csók. Szerintem, nem tudom, érdekes lesz. Szóval, mint látjátok, hát ennyit el tudunk adni 50 ezerért. Hát az nem a legjobb, nem a legjobb. Nem baj, nagyobb farm kell szerintem, és akkor úgy jobb lesz. De a cukornádat szerettem volna ebbe a részbe kipróbálni. Na, felbolt. Szóval növényes, cukornád. El lehet adni ezért egy darabot. Aha, ez mennyi? Az 500, szóval dupla annyi. Az mondjuk már jó. Az jó mondjuk. Kéne nekem akkor megint homok, ami nincsen, úgy látszik. Igen, szend, és akkor kell nekünk eszköz, az kéne még. Megint az kéne, hogy ne. Szóval nem. Cukornádat szerintem ide fogunk pakolni. Így körbe, jó. És akkor homok, 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 homok. Homok. Még több homok. Ennyi homok ez, és akkor most beírjuk, hogy per bolt. Akkor veszünk cukornádat. Ej, ez drága lesz. Még ennyire nem, de... Még először 8-at szerintem. Azaz 16-ot. Na szóval itt is vagyok. Na, Jézus, amiket kaptam. Ezeket most dobálták, vagy mi? Looting 3, jó, na. Szóval, azt hiszem eddig ez nem volt nálam, nem tudom. Na mindegy, nem tudom. Aha, ott dobáltak mindent. Szóval, kéne nekünk ide még víz, ami nem ebből, hanem itt a ládában, jól emlékszem, még van ice. Van hát. És akkor ezt fogjuk így. Megcsináljuk, jó. És akkor ezt tovább kell vezetni, amit ásóval tudunk. Meg belagolt. Halló! Halló! Vagy amikor próbáltam, hogy ezt nem is meséltem. Próbáltam feljönni. És egész végig tele volt a szerver. Szóval nagyon szépen köszönöm az összes játékosnak, aki játszik a szerveren. Főleg a szívek le van. Itt konkrétan egész végig tele volt. Ami nagyon komoly. Menj már innen, halló! De mindegy. Na szóval, hogyha ez megvan ez a cukornád, akkor szerintem csinálunk mondjuk menjünk kicsit bányászni, nem tudom. Vagy pénzünk van, attól függ. 91 millió. Akkor elmegyünk egy kicsit bányászni.
Na itt is vagyok. Gondoltam, most a vadonba elkezdünk bányászni, mert hát ott még nem voltunk. Szóval meglátjuk, hogy mi ez a jó kis mi ez bánya itt a vadonba. Szóval le kéne ásni valahova. Amúgy tök menő helyen spawnoltunk. Messa. Itt a koordináták, mint látjátok, ide akartok jönni. És ja, szóval itt lemegyünk a bányába gyorsan, és akkor egyfolytában jelentkezek, hogyha találok valamit. De vissza is jöttem, az a durva, hogy semmit nem találok az égvilágon, szóval csak vas, csak szén. Szóval tényleg már voltam mindenhol, és semmi, szóval így konkrétan semmi sehol. Nem baj, most látom egy ilyen bányát, szóval remélem most lesz itt valami. Jó, zsákutca, az van mindenhol. És valami más, esetleg valami, ami tényleg nagyon jó, ó, vas. Jó, a vas az mondjuk még jó, az még jó, de azt nézzétek mennyi szenem van. Szóval abból nem egy darab van, hú de jól estem. Oké, még zsákutca. Anyám, ó, na végre, gold. 2, 3, igen, 4, 5. Csak 5, ennyi? Jó. Hát ez nem volt valami túl komoly. Túl komoly loot. Itt megyünk tovább szerintem. Na de jó. Na itt is vagyok, most el fogjuk adni a szeneket, csak hogy ti is lássátok. Bányász, szén, és akkor 300 ezer, not bad. Nem a legjobb mondjuk, de not bad. Szóval kell nekünk cobblestone-t, hát mondjuk azt nem kell még eladni. De azt a dörtet inkább leraktam, mert anyám, hogy fog ki neki jutni? Na, vége. Szóval 30. blokkon vagyunk. Szó szerint nem tudok sehol lemenni. Ebbe a bányába itt már mindenhol kerestem utakat. Ó, várjál csak. Ezt nem néztem még meg. Hoppá, mit találok én? Zsákutca lesz, mi? Fogadjunk, az lesz. Mennyibe fogadunk? Tudtam. Anyám, Istenem. Nyilván egy zsákutca ebbe. Jaj, remélem már jövő hétre jó leszek, mert már el akarok kezdeni normálisan videókat gyártani. Heti 3-at, szóval úgy lenne, hogy... hogy lenne? Várjál. Igen, kett csütörtök szombat. Én így akartam. Szóval kett csütörtök szombat. Ez így elég menő lenne. És egyébként nem tudom, hogy mondtam el, hogy átmentem a nyelvvizsgán. Nem tudom, már 20 perces a videó, és emlékezetem az már semmire nem emlékszik. Mindegy, átmentem a nyelvvizsgán, elég lazán, 85%-kal, szóval nagyon jó. Olvasást azt hittem, hogy el fogom bukni, na csáó, mit képzelsz, mert nagyon szopó feladatok voltak. De az lett az egyik legjobb, szóval 90% lett az, ami nagyon jó, tényleg. A szóbeli az egyértelmű 98% volt. Angol beszédem, köhöm. Skót akcentusommal, ja. Szóval azt imádták, azt látszik, imádták. Ezt ja, vége, ezen is túl vagyok. Jövőre a felső fok lesz a cél. Ó, itt egy spawner, ezt le kéne homolni, de... Set home. Ez jó lenne, hogyha ez a spawner, ez meg lenne nekünk. Csak hát kérdés, hogy... Valaki ad-e olyan csákányt? Na, jó kérdés. Per a H. Ops! Gyerekek, 40 milliót megér nekünk a sisztírek, de nem tudom, az efficiency 3 az nem éri meg, szóval nézzünk tovább. De jó lenne, nagyon jó lenne egy ilyen. Komolyan mindenki ilyen pénzéhez? Jézusom, gyerekek! 40 milliót, az a baj, hogy nem ér meg, szóval annyiért már megveszed maga a spawnert. Jó, nem tudott még kijutni, hogyha véletlen lenne valami, de... Mi a fasz? Ez hogy került hozzám? Ez eddig is nálam volt? Na jó, hát akkor nem vitatkozok. Menj már innen. De azt mondja, ki tudom ütni a spawnert, nem? De fák azt nem ki tudják. Ugye nincsen kardom, azért ütöm csonttal, mielőtt beszóltok. Nem tetszik a te... izé, taktikám. Na, jó. Oké, kösz. Aha, persze. Megütlek titeket, meghaltok. Ez is kettő, jó, az már nem érdekel. Szóval,
Megvan ez is. Nagyon pacekba. Van egy poke spawn. Gyerekek, az első spawner poke. Mindenki jegyzetelje le, jó? Poke. Lesz egy ilyen quiz eskü. Az ilyen menő lenne, már lenne egy ilyen quiz. És akkor így a sorozat végén lenne, és akkor minden ilyen, nem tudom, kérdést feltennék, hogy mit te, mi volt az első farm, meg ilyen könnyűeket, meg nehezeket is. Szóval gyerekek, meglátjuk. És ja, na, szóval, addig elmegyek még bányászni. Na szóval visszajönjünk a telkünkre, és akkor elintézünk pár dolgot, például mondjuk kisütjük ezeket a szarságokat. Ezt csak ki kell ütnünk ugye, ütnünk gyerekek, ütsük ki, jó. Szóval, vas igen, óhohó, ez kül majd, ez kül. Ezeket jól el tudjuk adni a piacon. És mondjuk szenet valahova bepakolunk, mondjuk mindenhova. Ott kevés volt, jó. Szóval gold, igen, és akkor eladjuk a goldot egyből. Ennyit tudjuk eladni, 300 000. Hát ez nem a legtöbb. Nem sok, gyerekek, ne dobáljatok ilyeneket, köszi. Szóval bolt, és akkor eladjuk mondjuk a... Mondjuk a vasat még. Azt el tudjuk többért, igen. Jó, nem kell dobálni, köszi. Szóval... Mi van itt még? Packed ice, kaktuszt azt eladjuk. Növényes, igen. 180 000 dollárért tettük adni, és Ryan feltalált a szerverre, gyerekek. Mindenki írja hashtag Ryan végre fel tudott jönni a szerverre. Ja, mi? Ezt kimondta. Na, és akkor ezt lepakoljuk ide. És akkor most van 25 cukornádunk, amit el tudunk már adni. 25 000-ért gondolom, igen. Jó az, jó az. Per bal, na, gyerekek. 500 000 kell, hogy meglegyen a 100 millió. Az milyen menő már? Az milyen menő? Szóval kéne akkor gyorsan valamit még eladni, ezeket a vasokat gyorsan eladom. Kaktuszt is. És akkor meg lesz bőven igazából. Igen, ebből már meg lehet, de azért eladjuk a kaktuszt is, és akkor per bal. Gyerek, meg lett a 100 millió. Ennyi. Easy peasy lemon squeezy, a rangokat gyorsan megnézzük. 10 millió ez ugye, mortal az igen, brutál az igen. A veterán gyerek, mi lenne? Mi lenne, hogyha veteránt megcsíroznánk, hogy az lenne a első rang? Igaz, hogy akkor elveszítjük az összes pénzünket, de hát... Ilyen ez. És akkor mennyi... level 6-osok vagyunk bányászból, aha. Ez jó. Jó, akkor ezt majd bővíteni fogom szerintem a következő részben, hogy minél gyorsabban haladjunk. Ugye lett egy spawnerünk is, ami által még gyorsabban tudunk haladni. És eléggé pacek. Szóval megnézem, hogy igen, ide tudunk még pakolni. Majd elrendezem valamikor máskor. És akkor még egy kart kéne, amit kaptam itt kedves valakitől. Nem tudom kitől. De kedves valakitől. Szóval igen, és akkor még ezeket itt elintézem, csak hogy azért nőjön. Még jobban, ezt is. Ezek olyan szépen néznek ki amúgy, nézzétek meg. Gyönyörű, komolyan. Kell majd valami textura pakkot végre találnom. Új, és akkor egy ilyen 100 milliárdatét, hú, már keverem a sorozatokat. Szóval 100 milliárdatét textura pak lenne, az ilyen menő lenne már, esküszöm. Persze nem égészteném, csak összeraknám, mert hülye vagyok az textura készítéshez, már mint normálisan megcsinálni minden blokkot. Hanem mondjuk, mint ami szépen néz ki, meg mit tudom én, azokat így egybe rakni, és akkor ilyen menő textura pak lenne. Na igen, ezeket addig eladjuk, mit szóltok hozzá? Per boat. És bányász. 30 000, igen, és akkor 300 000. Na szóval, látjátok, lassan már 100 millió, és egy lesz, 101 millió, igen. És akkor, ja, na ide, köszönöm, hogy itt voltatok. Következő részben találkozni fogunk mindenképp, ami remélem kedden ki tud jutni, ugye. Csak mondom,
Nagyon szagol vagyok, mint lehet még hallani. Így is jó, hogy ezt le tudtam forgatni nektek. Na szóval, köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk akkor keddel. Mindenképp akkor legyetek ott, jó? Olyan délután, szóval sziasztok!